Míg Európa északnyugati részén a Helen névre keresztelt ex-hurrikán okoz szeles, csapadékos időjárást, addig kontinensük többi részén a következő napokban még többnyire nyugodt, meleg időre számíthatunk. A hét nagy részében egészen péntek estig a Kárpát-medence időjárását anticiklon alakítja. A leszálló légmozgás hatására jobbára száraz, napos időben lesz részünk. Mint ahogy azt a körülbelül 1500 méteres magasságra előrejelzett hőmérsékleti eloszláson is láthatjuk, a következő napokban kissé melegszik az idő. Azonban péntek éjszaka északnyugat felől megközelít minket egy jelentős lehűlést hozó hidegfront. De először is nézzük, mi várható addig. Kedden napközben alapvetően csak kevés felhő zavarhatja a napsütést, és csapadéktól sem kell tartanunk. A légmozgás többnyire mérsékelt lesz, a délkeleti szelet csak helyenként kísérhetik élénk széllökések. A délutáni órákra 25 és 29 fok közé melegszik majd fel a levegő. Az ezt követő napokban szinte változatlan marad az időjárás. A sok napsütés mellett csapadék sem várható. Habár a hajnali órákra helyenként továbbra is 10 fok alá is lehűl a levegő, addig a nappali felmelegedés mértéke fokozatosan emelkedik, pénteken a csúcshőmérséklet már általában 27 és 30 fok között valószínű. Szombatra virradóan azonban kissé változékonyabbra fordul időjárásunk, ugyanis egy markáns hidegfront éri el hazánkat észak-észak-nyugat felől. Bár csapadékra is egyre több felé kell majd számítani, és a szél is megerősödik, de alapvetően a hőmérsékletben figyelhető majd meg drasztikusabb változás. Míg az északnyugati megyékben az előző napi csúcshőmérsékletekhez képest akár 13-15 fokkal is hűvösebb lehet, addig a délalföldön marad a meleg idő, néhol 29 fokot is mutathatnak a hőmérők. Tehát nem kizárt, hogy az ország északnyugati és délkeleti csücske között 14-15 fokos hőmérséklet különbség is kialakulhat.